nincsen más, csak tériszony. Érzem, végigfut a hátamon. Magasra szállnék, de bénulok. A tenyerem izzad, nem mozdulok. Eltörök minden fénycsövet. A hídon már csak a csennevet. Halkan számolom a fröccsöket. Péntek estéből hétfő lett. Várhatja mindenki, hogy jobb lesz, nézd. Hiába húzó, bennem nincsen fék. Ma is ugyanúgy van, nincs mérték. Magamnak írom ezt a dalt már rég. Nincsen más, csak tériszony. Érzem, végigfut a hátamon. Magasra szállnék, de bénulok. A tenyerem izzad, nem mozdulok. A szívcsövet, bennem már csak a csennevet, halkan számolom a fröccsöket. Vendégünk Csányi Rita, a Diana Hit zenekarból. Szia! Szia! Sziasztok! Az elmúlt hónapokban többször jártál nálunk itt a Petőfi TV-n, és sokszor elmondtad, hogy most már egy másik irányt vett a zenekar, magatok mögött hagytátok a melankóliát, hát egészen ez idáig. Most mi történt? Hogy visszahoztátok? Szerintem egy ilyen folyamatos újra tervező vagyok, meg nyilván az, a lelki állapotomtól is függ, hogy éppen miket írok, és igazából úgy sikerült most egy melankolikus dalt írni, hogy magyarul írtam. Ennyi változott, és most ezt hozta ki belőlem egyébként a nyelv, és így hagytam, hogy ez így magával ragadjon, úgyhogy ezért... Igen, tudom, hogy egy elég meglepő fordulat, de ez nem azt jelenti, hogy folyamatosan melankolikus dalok érkeznek, de most kipróbáltunk valami újat, egy új szemszögből. De akkor a döntés gondolom hamarabb megszületett már, hogy magyarul írsz, mint hogy ilyen kicsit befele fordulósabb lesz a szám. Mi volt az oka annak, hogy akkor most végül az anyanyelveden írtál a szöveget? Egy baráti beszélgetés indította el ezt az egész magyar nyelven írós dolgot, amitől egy jó darabig elzárkóztam, és a művészetekből egy ilyen beszélgettünk Prieger Zsoltal, remélem, hogy nem baj, hogy így megemlítem, de hogy tök hálás vagyok neki ezért a beszélgetésért, és ő mondta azt, hogy mi lenne, hogyha egyszer úgy érezném, hogy tényleg őszintén jönne belőlem az, hogy magyarul írjak, akkor miért nem próbálom ki, vagy hogy mitől félek, és ezt így sokáig fejtegettük ezt a témát, tényleg órákon keresztül, meg minden, és annyira elindított bennem valamit ez a beszélgetés, mert nagyon gyakran megkérdezik, hogy miért nem írsz magyarul dalt, mert nincs kedvem egyelőre, és most teljesen más irányból közelítette meg Zsolt ezt a beszélgetést velem, és így indult el a dolog, és akkor úgy voltam, hogy akkor kipróbálom, ha valóban őszintén jön, és 3 nappal később egy éjjelen így pont úgy éreztem magam, hogy most tudnék magyarul írni. És igen, így végül lett ez a téma is. És hát a dalszöveg meg így becsípődött. Hogy is volt ez neked? Egyfajta víziót született róla? Igen, nem tudtam elaludni hajnalban, és akkor igazából a dalnak a címe volt az, ami így kirajzolódott bennem, és elkezdtem agyalni a szövegen, úgyhogy ilyen ágyban plafont nézős éjszakán elkezdtem így agyalni, hogy hú, tök jó lenne, tériszony, milyen költői képekkel tudnám kifejezni azokat az érzéseket, amik éppen akkor bennem kavarogtak egyébként. De egyébként legyen szó derűsebb, vidámabb dalokról, vagy ilyen melankolikusabbnak titulált számokról, azért a te dalszövegeid azok mindig elmélyült gondolatokat fogalmaznak meg. Akkor, ha már itt a tériszonyra tényleg konkrétan beszélünk, ennek kapcsán neked mi jutott eszedbe, vagy mit jelent számodra ez a fogalom? A tériszony érzése nagyon hasonló ahhoz a lelki állapot. Én nem vagyok egyébként ilyen, tehát nem félek a magasságoktól alapvetően, viszont szerintem nagyon sokszor van olyan helyzet az életben, hogy azt érezzük, hogy nem merünk meglépni bizonyos dolgokat. Tehát, hogy nem engedem kvázi... Meggátolom magamat abban, hogy magasra szárnyaljak, mert nem tudom elengedni a félelmeimet. És ezt az érzést állítottam párhuzamba egyébként a tériszony érzetével. Tehát amikor így fél, ami többet vagy nagyobbat kihozni magadból. És így született meg ez, hogyha ez így megfelelő válasz erre. Nagyon komplex az egész dal, meg ahogy megszületett, és nehezen beszélek a szövegről, mert hogy úgy érzem, hogy hát így itt van, és mindenki azt értelmez bele, amit szeretne igazából. Most már a közönség is hallhatta a dalt, és nagyon formabontó módon. Hogy is volt ez?
a dal premiere egy, hát az instantos nagykoncertünkön volt, az őszi nagykoncertünkön, elvittük oda, még sose hallották, úgyhogy teljesen élőben történt ez, és kitaláltuk azt, hogy milyen vicces lenne, hogyha kinyomtatnánk a szöveget, mert ugye egy koncert hevében nagyon gyakran van az, hogy csak így figyelem a dalt, de nem fogom fel a szöveget, és nem akartuk ezt rátukmálni az emberekre, úgyhogy csak így leraktuk oldalra egy ilyen bárpultra, hogy ha valaki észreveszi, akkor esetleg vegyen el belőle, hogy ne legyen az, hogy papírokat osztogatunk, mert azért az elég cím. És akkor ezt így valaki észrevette, és egyszer csak elkezdtek az emberek maguktól egymás között szétosztani ezeket, majd maguktól elkezdték velünk énekelni az utolsó refrént, ami meg egy ilyen nagyon-nagyon erős élmény volt, hogy tényleg a magyar nyelvnek milyen erős hatása lehet, mert az angol dalszövegeket nem nagyon ritka, hogy így nagyon jól tudják, mert elég pörgősek a szövegek, meg nehezek a szavak is, és itt pedig tök egyértelmű volt, hogy így velünk üvöltik az utolsó négy sort, úgyhogy kicsit el is pityeregtem magam a végére, mert tök megható volt. De akkor, ha ennek ilyen jó hatása volt, várható az, hogy még szerez magyar dalokat? Igen. Muszáj lesz. Már írtunk is kettőt, úgyhogy decemberben érkezik, és nem karácsonyi dal lesz, csak pont az új év előttre tartogatunk egy kis meglepetést, és igen, abszolút várhatok magyar dalok, most úgy tervezzük, hogy felváltva. Az angolt nem szeretnénk teljesen áttérni a magyar nyelvre, de szeretnénk, hogy a magyar nyelvnek is egy fontos szerepe lehessen a projektünkben, úgyhogy most így ez várható, hogy ez is, az is lesz folyamatosan. Akkor ezekkel is várunk vissza benneteket, köszönjük, hogy eljöttél itt.